Szöges drótok között fél száz a megosztott világcímmel nyílt ma kiállítás az emlékpontban. A Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet által összeállított több száz fotóból álló anyag ünnepélyes bemutatóján megjelent Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. A világtörténelem 1945 és 1990 közötti hidegháborús időszakát az 50 tablón mintegy 300 fotóval bemutató kiállítási anyagát a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete állította össze, amely most két héten keresztül látható hódmezővásárhelyen az emlékpontban. Almás István polgármester köszöntő beszédében rámutatott, a magyar és a lengyel nép azonos gyökerekből táplálkozó történelme a múltban és a jelenben is igazolja, hogy azonos módon reagálunk a hatásokra. A szervezők a tárlat készítése során arra törekedtek, hogy minél korhűbben bemutathassák, hogy milyen egy olyan rendszerben élni, ahol a szabadsághoz és az autonómiához hasonló értékek teljes megszüntetésére törekedett az elnyomó hatalom. Magyarország és Lengyelország most is jó kapcsolatokat ápol. Közösen kell gondolkoznunk és fellépnünk az új kihívások ellen egy olyan Európa jövőjéért, ahol az elkövetkezendő generációk folytathatják majd felmenőik hagyományait, megőrizve értékeinket, hitünket és elkötelezettségünket a szabadság iránt. A kiállítás fotói jól szimbolizálják a hidegháborús időszak kettéosztott világát, amely a középkorúak életének része volt, azonban a fiataloknak már történelem fogalmazta meg Román Kovászki, a lengyel köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A diplomata megnyitójában kijelentette, bízik abban, hogy a diákokban rögzül, hogy nem köszönthet be újra az a kor, amikor a csecsemőket az édesanyáknak a szöges dróton kell átadniuk. A nagykövet szerint a kiállítás szélesíti a hidegháborúról és a rendszerváltásról alkotott ismereteinket. Miklós Péter az emlékpont igazgatója elmondta, a közgyűjtemény koncepciója szembenézni a múltal, ezért jól illeszkedik célkitűzéseihez a most megnyitó tárlat is az angol nyelvű feliratokkal ellátott képek önmagukban is szimbólumértékűek